A hegyvidéki utcák tisztaságának megőrzése miatt 15 új kutyapiszok gyűjtőt helyezett ki a Városüzemeltetési Iroda. Az új fedeles, zacskóadagolóval ellátott tárolókat a kerület sűrűn lakott, magas házas övezeteibe tették, ahol a legtöbb bejelentés és panasz is érkezett a gondatlan kutyatulajdonosokra. Mint dr. Kocsisné Kamocsa Marian kertészeti műszaki ellenőr elmondta, a kerületben egyre többen ügyelnek a kultúrált kutyatartás szabályainak betartására, az önkormányzat pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a kihelyezett tárolókkal, zacskókkal elősegítse. Az utcákon előforduló kutya, piszok, ami hátra marad sajnos, mert a sétáltatók nem törődnek azzal, hogy ezeket összetakarítsák, illetve nem is egészen igaz, mert már egyre inkább törődnek vele, tehát az a cél, hogy biztosítsunk lehetőséget arra, hogy legyen hova tenni azt, amit a kedves gazda hajlandó összeszedni. Azt tudni kell a kutyasétáltatóknak és a kutyagazdáknak is, hogy ahhoz, hogy mindannyian szeressük a kutyáikat, az ő kutyáikat is és a magunkét is, ahhoz az egymás mellett élésnek ezt az apró szabályát, hogy nem tesszük ki egymást annak, hogy gyermekeink az utcán járva, sétálva beletotyogjanak a maradékba. Ezért meg kell tennünk azt, hogy összeszedjük és bizonybe helyezzük egyrészt a gyűjtőkbe, ami speciálisan erre a célra szolgál, másrészt pedig hát egy szemetesbe is bele lehet tenni. A kerületben a 2000-es évek eleje óta egy földnapján kezdtük el kihelyezni az első három ilyen hulladékgyűjtőt, és azóta a régi típusúból, tehát ami olyan, mint az utcai szemetes, de többnyire zöld, és kicsit magasabban van elhelyezve, és egy kutyafej embléma van rajta, azok a régebbi gyűjtőink, abból már több mint 30 darab van kint a kerületben, és ehhez most az idén 15 darab új típusú fedeles fémgyűjtőt helyeztünk ki, ami hát a zártságával a környezetben jobban elviselhető. Az újaknak a helye nagyrészt a sűrűbben lakott Böszörményi út és Magasházak térsége, Királyhága utca, Böszörményi út, Jagelló út, de jutott belőle a Galgóci útra is például. Ezeknek az ürítése egyelőre sajnos úgy megoldott, hogy a kertészeinket kértük arra, hogy parkfenntartási munkák és egyéb hulladékgyűjtés során összeszedjék ezeket a tartalmakat, és eltávolítják, cserélik a zsákokat. Na most ezeken az új típusú gyűjtőkön kívülről van gyűjtő kis zacskó, ami letéphető és azonnal használható. Ugyanakkor én azt vallom, mint magam is kutyás ember lévén, több mint 10 éve megoldható az, hogy az otthoni összes kis uzsonnás zacskót összegyűjtjük, bizony-bizony és hasznosítjuk, mert az újrahasznosításnak ez is egy gondolati formája. Meg lehet azt csinálni, hogy zsebre teszem és viszem. Tehát nem lehet csak arra hagyatkozni, hogy most azon az utcai gyűjtőn van zacskó vagy nincs zacskó. Ezek csak kifogások. Az az érzésem, hogy ez fiatalkortól így kell a gyermekeinket is szoktatni. Az új típusú kutyapiszok gyűjtőkből a kialakult szokásokat figyelembe véve a kutyafuttatónak használt Gyógyfű utcába 2, még a Böszörményi útra és a Királyhága utcába 3-3 tároló jutott. A hatályos állattartási rendelet értelmében a közterület felügyelők megbüntetik azokat a kutyatulajdonosokat, akik nem távolítják el kedvencük ürülékét a közterületről. Az állatvédelmi törvény, amire kimondhatjuk, hogy az állatok védelméről szól elsősorban, az is foglalkozik azzal, hogy az ebb sétáltatás után a gazdának kötelessége összeszedni azt a hátrahagyott terméket. A fővárosi önkormányzat köztisztaságról szóló rendelete szintén kimondja, hogy köteles a gazda összeszedni. Büntetésre, szankcionálásra, tettenérés esetén van sajnos csak lehetőség, de a tavaly szeptemberben megalakult közterület felügyeletünknek ez egy kiemelt programja, és bizony, hogyha az utcán járva azt látják, hogy ezt valaki nem teszi meg, akkor bírságolni fogják. A bírság mértéke akár 30 ezer forint is lehet, de hogy erre ne kerüljön sor, vegyük igénybe. A kerületben található immár
határon 45 kutyapiszok gyűjtő valamelyikét.